Már lehet jegyeket venni a szeptember 11-én kezdődő maratoni kajakkenu világbajnokságra. A napi jegyek egységesek, diákoknak 450 forintba, míg a felnőtteknek 950 forintba kerülnek naponta. Minden a tervek szerint halad az előkészületek során, árult el Kadler Gusztáv a maratoni világbajnokság szervezőbizottságának vezetője. Az idei év egyik legjelentősebb hazai rendezési sporteseményét, mint ismeretes Győrben rendezik, közel 40 ország részvételével. A szeptember 11-én kezdődő maratoni kajakkenu világbajnokságig még 42 nap van hátra. Jelenleg a tereprendezés zajlik, készülnek a vízre szálló helyek, megújul a csónakház, a céltorony, jönnek a kamionok, dolgoznak a markolók, mondta el Kadler Gusztáv. Első látszatra elég kaotikusnak tűnik a kép, de ennek így is kell lennie, időben vagyunk, árult el a szervezőbizottság vezetője. Mire érkeznek a csapatok, minden a helyére kerül. Ami a magyar csapatot illeti, Weiss Róbert szakág vezető az augusztus 14-i második válogató után jelöli ki a magyar csapatot. Miután kialakult a végleges keret, a válogatott beveszi Győrt, és a rajtig itt is marad.